Februárban indult el a Horváth Mihály utca felújítása. Teljesen felszedték a burkolatokat, hogy nyárra egy új arcát tudja megmutatni a belváros ezen szakasza. Ez itt egy forgalmas pontja a városnak. Sokan élnek itt, sokan járnak a környéken. Éppen ezért volt szükség a munkálatokra. Horváth Richárd polgármester azt mondta, az elmúlt években számtalan kihívással kellett szembenézni, mint a Covid-válság, infláció és a szomszédban zajló háború. Ezek gazdasági hatásai mindenki számára érezhetőek voltak. 60 szigorú gazdálkodásának és intézkedéseinek köszönhetően azonban sikerült ezeket átvészelni, és már újraindultak az önerős beruházások is. Ezek közé tartozik ez a mostani fejlesztés is. Az elmúlt időszakban nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a közterületeink tiszták, rendezettek, virágosak legyenek, és több közterületet is felújítottunk, és ennek kapcsán volt egy szakasz a két felújított terület között, amely még nem készült el. És ezért gondoltuk azt, hogy ezt a részt is ugyanúgy fel kell újítani. A projektről azt kell tudni, hogy 124 millió forintba került, és ez önerős beruházás. Önerős beruházás. És ez egy fantasztikus dolog, hiszen egy nagyon-nagyon rossz időszak van mögöttünk, és ez a város mégis képes arra, hogy ilyen önerős beruházásokat végezzen. Ez köszönhető annak az összefogásnak, amely kialakult az elmúlt években ebben a városban, és én nagyon remélem, hogy majd tudjuk folytatni a munkát, hiszen a top pluszos pályázatok kapcsán újabb közterület felújításokat szeretnénk majd megvalósítani, például a piacot és a környékét. A beruházás részeként ez a terület térkőburkolatot kapott, színbe helyezték az aknákat és a víznyelőket, a lépcsőházaknál és üzleteknél figyelembe véve az akadálymentes közlekedést. Mindezeken túl a zöld területeket is bővítették, a környezettudatosság jegyében pedig esőkertet alakítottak ki, és az utcabútorokat is lecserélték. A burkolat egy részén pedig sötétebb színnel jelölik azt a részt, ahol feltételezhetően az egykori vár falai húzódtak.